Sziasztok, Nál 86 vagyok, és ez itt a Nem Crafters. Igazából még fogalmunk sincs, hogy mi lesz a Olyanok csatornának a vagyunk, neve. mint egy újszülött. Nem tudjuk a nevünket, és igazából azért, mert még nem is adtak nevet nekünk, mert nem is adtunk magunknak nevet. De itt van Szabir Hun, hogyha Így igaz, szóval itt van ha Szabi, valakit és érdekel. a sztori az az, hogy ez lesz igazából így az utolsó videó, amit erre a Crafters-es csatornára töltünk fel. A leírásban már biztos ott lesz, hogy milyen csatornára költözünk. Vagy Most nem. per pillanat még nekem fogalmam sincs például. Úgyhogy... Ja. Szóval az van, hogy el fogunk kezdeni egyrészt olyan értelemben rendesen videózni, hogy nem ilyen Minecraft meg játék videókat csinálunk kizárólag, hanem fogunk felvenni különböző rendes videókat, és ez is egy másik csatornára fog ugye felkerülni, és ezen kívül fogunk továbbra is csinálni játékvideókat, amik meg erre a másik csatornára kerülnek fel, aminek per pillanat nem tudjuk a nevét. Úgyhogy ez igazából egy ilyen random videó, amiben igazából ennyit akarom mondani, hogy el fogunk kezdeni másfele terjeszkedni, és máshol feltölteni. De itt vagyunk vissza, úgyhogy legyen mindenki nagyon-nagyon És boldog. a másik az nem csak az, hogy játékvideók, hanem nem csak Minecraft, hanem bármilyen játékvideót elkezdünk majd csinálni. Lehetőleg olyat küldjetek, ami, vagy ajánlgassatok, hogyha ajánlatok, ami kópos. Szóval tudjuk multiba ketten játszani, vagy esetleg többen is. Az egyjátékososokat, azokat majd valamelyikünk csinálja, de azt nem De nagyon nem szeressük, valószínű. mert az olyan, igen. A másik az, hogy ha van ötletetek, hogy mi legyen a nevünk, akkor várjuk az ajánlatokat és az ötleteket, mert nekünk még nincs. Ja. Aztán amit még ezen kívül tudni kell, hogy Szigorék szerverén játszunk. Itt játszik Nari is, meg még jó páran. A szerverről Narinak van egy videója, hogy hogy lehet csatlakozni, majd ehhez lesz link. Annyit kell tudni, hogy alapból a szerver 18 pluszos, úgyhogy ehhez tartsátok 18 pluszos magatokat, vagy hogyha profi YouTube bepróbáltok videósos, igen. jelentkezni. Igen, tehát, hogy meg kell legyen az az érettségi szint, ami már kulturáltá teszi a Vagy kell hozzá egy jó feedback. játékot. Így igaz. Szóval itt fogunk játszani. Per pillanat, ha úgy látjátok, hogy laggol, az azért van, mert laggol. Most éppen két Nem host reklámozunk, között, igen. két host között van a szerver. Holnap fog átmenni egy jobb hostinghoz, akkor remélhetőleg megszűnik majd a lag. Addig is itt játszunk. Mint látjátok, nem most kezdtük éppen, tehát már van egy eléggé profi setupunk. Mind a kettőnek fasza, gyakorlatilag kreatív képességei vannak. Már engem, hol vagy? Hol vagy? Lent Eltűntél. vagyok a tárolórendszernek. És... ja. Szóval, hogy majd mindent szépen elmagyarázunk, ha el fogunk kezdeni egy sorozatot úgy, hogy rendesen játszunk közben. Most egyelőre ilyen random dolgokat csinálunk, mert még se koncepció, se semmi nincs. És csak azért csináljuk igazából ezt a videót, hogy lássátok, hogy létezünk, és szépen kezdjetek el visszaszivárogni. Igazából az lenne a lényeg, hogy ennek a videónak a megtekintései alapján így kb. Ki tudjuk következtetni, hogy mennyire akartok ti még nézni minket, úgyhogy ha szeretnétek látni több videót, akkor terjesszétek ezt. És... ja, szerintem körülbelül ennyit akartam mondani ilyen intrónak, azt nem tudom, hogy mennyire hangos a hangom. Legfeljebb majd csendes leszek most, majd beállítjuk. Új gépen van, most raktam fel a Frapset 5 perce, úgyhogy semmilyen beállítást még nem tudtunk megcsinálni igazából, ez tényleg csak így random van ez a videó. Ja, Szabi, akarsz valami okosat mondani? Igen. Mondja. Power switch csúnya. Power switch kacsmány, ezért állítottam én is kikapcsoltra. De ja, most bekapcsolom, hogy láthassák az emberek, hogy na, milyen így csúnya. Néz ki ez a switch, ami mind a kettőnkön van, hogy egyébként. És kacsmány, mindkettőnk szerint. Igen.
megnézem Nagyon meg. ocsmány. Ez Ez anti-Minecraft. ocsmány. Igen. Úgyhogy ezzel mind a ketten szerencsére van benne egy olyan opció, hogy láthatatlan legyen a suit. Tehát például rajtam is Powder Suit van per pillanat, mint látjátok, nem látjátok. És továbbra is megvannak a fasz a De képességek. nagyon menő, mert mindenre be lehet állítani, hogy látszódjon-e, Igazából, vagy nem. ja, eléggé OP ez a Power Suit, úgyhogy körülbelül nagyon kevés játékkal el lehet Hát érni. igen. És Kreatívval viszonylag egyet. olcsó is. Csak macerás, de És olcsó. többféleképpen is meg lehet csinálni, csak igen, macerás megcsinálni, körülbelül nekem egy olyan 2-3 órába telt, amíg összeraktam teljesen, mert az alapruhát megcsinálod, utána meg 2 óra, vagy milyen, másfél órán, 2 órán keresztül hülyeskedsz Rajzolgatsz. a modulokkal. Ja, Le nagyon tud egyszerű. repülni, mindenféle van benne. Egyébként ez most Feed the Beast, Unleashed és Unhinged-nek a keveréke. Kombinációja, igen. Ez csak ezen a szerverem van ilyen, hogy ezt így kombinálták, de szerintem jól össze lett rakva. Egész kultúrált. Amúgy a szerverről annyit kell tudni, hogy itt ez a reklám helye, igen. Ami főleg jó, tehát hogy amiért mi itt szeretnénk játszani, hogy mivel nagyon-nagyon szigorúan meg van válogatva, hogy ki kerülhet be, ezért egy nagyon jó fejes kulturált csapat van, akikkel tényleg lehet együtt játszani. Igazából reméltük, hogy most itt teljesen becsatlakoznak a felvételhez, akár beszólnak Igen. pár szót, de úgy tűnik, hogy nem Hát mindenki el van vonalak, magával. vagy lámpalázasak, vagy nem tudom. Szóval per pillanat nem megy. Én mondom a szerverről, mert gondolom erről fogjuk a legtöbb kommentet kapni. A szerverről Marit, ne kérdezzétek, mert attól idegbajt kap mindenki hülyeségeket kérdez. Nézzétek meg a videóját, elmondom gyorsan a első három top kommentre a válaszokat. Igen, 18 pluszos, igen, eredet is, és nem veszlek fel. Köszönöm szépen. Na, akkor szerintem mutassuk be, hogy úgy kb. Mink van. Per pillanat Majd még mindenkinek. megcsom a bokrok végét, és akkor Ja, amire az szerintem megnő, minden addig. sövény növeszt, ez iszonyat menő dolog. Lehet ilyen bokrokat találni, és akkor azokat, ha így elülteted, akkor így megnőnek, és lesz belőlük sövény. Most per Na most pillanat embert fogok ölni, mert... mindenhol le vannak vágva a sövények, ilyen legalacsonyabbra, mert úgy lehet ugye szaporítani, hogy levágod a tetejét, és odébb ülteted. De nagyon, tehát hogy ilyen három magasra megnő, és ez a kék meg a piros annyira nem, de van a fekete. Azt Amiből most, nagyon hogyha majd menő néz ki. végigmennél, És itt, ha menj el körbe az megyünk, Origins, igen. akkor itt látszódik, hogy itt Szabinár körbe. Nem is értem, ez itt merre megy. Bevetted Itt. ezt a szigetkét is, ami most nem tölt be nekem? Mindegy, Igen. szóval olyan. Itt így körbe elültette a sövényt mindenfelé. Ja, hát elég nagy terület, ezt majd vicces lesz kivilágítani, de mindegy. Ez lesz most ugye a bázisunk. És ilyen. Na, hát akkor gyorsan elmondom, hogy mink van. Ja, az energiát az ebben az egy szobában termeljük. Itt bejön az olaj, amit a tengeren pumpálunk ki az olajkútban. Ja, tele vagyunk most olajjal. Ezt itt átalakítjuk egy refineryben fuel-lé. Fuel pedig belemegy, két boilerünk is van, ez egy nagy nyomású, ez egy alacsony nyomású boiler, mind a kettőből a legnagyobb méretű. Ez egy ilyen steam turbinát üzemeltet, közturbinát, ez gyártja nekünk az Industrial Craftos energiát, ami elmegy arra. Ebből pedig kiszedjük a gőzt, és itt a föld alatt van egy ilyen engine szoba, ahol, ha jól tudom, 18 darab Industrial Pontosan. Steam Engine gyártja nekünk a Buildcraft energiát, és ez a Buildcraft energia itt fent van egy tesseract, és ez osztja szét nekünk mindenfelé. Ja, ez nagy részt ennyi, gyorsan megmutatom a olaj kitermelésének központját, ha úgy dönt a map, hogy betölt nekünk. Egy ideig még itt kultúráltan építettük az utat, aztán úgy döntöttünk, hogy fagdi és sütés kobolból kezdtünk kis járatokat építeni, például ide van lerakva egy pumpa,
Még Ez a mindig? Gregtekes Bár régen Advance-ban. nem néztem meg. Ez egy nagyon profi dolog, mert Wow. válogat, tehát kiszívja csak az olajat a tengerből. És rengeteg olaj van itt körbe, ha körülnéztek. Ez egy óceán olajmező biom. Úgyhogy bőven van elég olajunk körülbelül a játék végéig minden energia szükségletünk fedezésére. Még csinálhatunk olajfürdőt is, mert az menő. Így igaz, tehát, hogy igazából nagyon prók vagyunk. És amit még valószínűleg nem tudtok, hogy micsoda, legalábbis, hogyha nem néztek más videókat, ez az Applied Energetics nevű mod, Dire Wolfnak is van róla bemutatója. Ez arról szól, hogy az összes itemet, meg mindenfélét lehet ilyen lemezeken tárolni, és ezek a lemezek elférnek, látjátok, ilyen kevés helyen elfér 20 lemez, ami iszonyat mennyiségű adat, és ilyen terminálokon el lehet érni az összes itemet, ami ebben benne van, tehát gyakorlatilag mi nem használunk ládákat, és ezt különböző ilyen vezetékeken át el lehet vezetni bárhova, tehát amit én innen elérek a pincénkből, ugyanazokat az itemeket elérem például innen fentről is, esetleg innen a Industrial Craftos házikunkból is, vagy ugyanezt el lehet érni egy ilyen kézben hordozható vezeték nélküli terminálból is. Tehát ez igazából egy iszonyatosan hasznos mod. Ez is viszonylag olcsó, úgyhogy mostanában nagyon könnyű játszani ezekkel. Hát ja, kb. Ez az, amink van szerintem. Igazából. Kifelejtettem valamit? Van fafarmunk is. Jaj, de jaj. Hát húha. És a házat én építettem megint, igen, ezt De igen, nem Szabi szükségesre épít, én mondani. meg csinálom a okos dolgokat. Ja, kösz. Szóval, ja. Igen. Nagyrészt ennyi. Oké, na mit csináljunk ebben? Már nagyon rég videóztam, az a baj. Nem emlékszem, Igen, mit már, voltam beszélni se most tudom, már felvenni se tudom, már semmi sem. csinálni. Már. Nem megy ez nekünk. Szerintem abba kéne hagynunk, nem? Kiöregettünk, ez Kedves az. nézők, szerintem ezt hagyjuk, nem? Nem így gondoljátok? Hagyni kéne ezt a fenébe? Mondjátok meg őszintén, azt sem tudom, hogy mennyi ideje veszünk fel. Komolyan, micsoda amatőrizmus ez. Nem azért. Jó, most jó, lag volt. Na, akkor, mert rájöttünk, hogy mit akarunk csinálni. Elkezdünk forrászt is méhecskézni. Úgyhogy az kell először is ilyen impregnated casing nevű dolog. Amihez kell wood, amiből van nekünk elég. Igen, ez a fafarm egyébként, hogyha érdekel titeket, megmutatjuk, hogy hogyan működik. De szóval elég egyszerű, és a YouTube-on mindenhol fönn van. De hogy annyira jól termel ilyen kis helyen is, hogy Hát szinte ez a soha nem Forestish kell fafarm feltenni. igazából. Forestish legkisebb fafarm, innen kap energiát, kap vizet, itt jönnek ki belőle a cuccok, és ez pedig úgy van beállítva, hogyha nincs benne elég trágya, akkor küld egy jelet, és akkor a cső másik felén van egy másik kapu, ami küld trágyát. Igazából körülbelül ennyi. Ennyi a dolog lényege. Ja. És itt van Süti. Szia. Su. Tö. Négy betű. Na. Biztos örülni fog. Na jó, kell valami alapanyag. Ilyen kő vagy, nem tudom, szóval így. Ja. Na. Ennek meg kell seed oil. Most víz van benne. Jó, már meg vagy. Hogy szedem ki a vizet? Hát hello. Na hali. Pipette. Jól látok. Oh yeah. Igazából már egy ideje. Toljuk, de most meg felveszünk, tudtad? Oké. Akkor üdv a nézőknek is.
Na, nagyon örülök, hogy újra kezditek. Hát olyan félig meddig. Ez olyan... Hát nem is tudom, újra kezdjük és nem is, és mégis, de nem is, és mégis. De nem is. Ez ugye elég válasz volt rá. Ja, szóval még nem tudjuk, hogy mi lesz. De újra kezdjük, ne aggódjatok, újra kezdjük, így érjük. Jó lesz, jó lesz. Csak olyan... Akkor én meg ígérem, hogy nézőkös leszek. Na, remek, az már egy. Ez az. Új feliratkozó már nem leszek. Nem, már fel voltál iratkozva. Ajaj. Ó, kár, pedig azt hittük, hogy lesz plusz és feliratkozunk. Na jó, előveszük a Minecraftos mappát, mert nem tudom, hogy hogy néz ki egy kör. Nem tudod, hogy néz ki egy kör? Nem. Kockákból nehéz kört építeni, hogy egy kell lakos. Hallod? Én Androidra letöltöttem egy ilyen Minecraft kalkulátorról ilyen program, akkor van benne egy olyan, hogy hogyan kell kört építeni egész 32 kockáig. Kockázatok. Mikor mi a szervert csináltuk, várjál, itt van nekem egy mappa, ilyen segédanyagok, akkor itt vannak a színkódok, egy csomó ilyen leírt permission kód, akkor a köröknek a, hogy hogyan kell köröket építeni egy kockánként, akkor egy csomó alap parancs. A tábla parancsok. Ez a jellemző szövőt ezeket képtelen vagy megjegyezni. Hogy milyen varpok vannak. Hát az a szerve már nem is létezik, ami ma varpok voltak. Igen. És tekiten voltunk mi, tehát ez marha jó. Aha, ott meg én is játszik ebben a crafter. Meg egy csomó mindent megterveztem papíron. Igen, én nem tudok gondolkodni gyakorlatban, nekem le kell írni mindent papírra, pontosan jól látod a dolgokat. Azt a 10 000 blokkra lakok tőletek. Na, azt tök menő. Nincs is olyan messze. Nincs is közel. Szabi, tudod mi kéne? Egy házi. Igen. Azt építem. Olyan. Én meg addig csinálok Squeezer nevű dolgot. Squeezer. Á! Megbolondult az elsőm. Ja igen, és van, az eszközöket nem is mutattuk meg nekik egyébként. Az eszközöket nem mutattuk meg nekik. Tényleg, nagyon fasz eszközeink vannak. Mindjárt megmutatom csak craftol. Ja. Szóval van egy ilyen Tinker, vagy mi a fene a modnak a neve. Tinker Construct. Az, az. Amivel ilyen kohót lehet építeni, amivel mindenféle dolgokat le lehet olvasszani. És így kiönteni utána. És így lehet vele önteni ilyen eszköz darabokat. Itt vannak, tehát mit tudom én. Mindenféle dolgokat, és ebből lehet eszközöket csinálni. És akkor így vannak ilyen menő pickex mondjuk, tehát hogy ezt pedig azt tudja, hogy feltölthetjük EU-val, reinforced az, erősebb, a writable az, hogy több tulajdonsága lehet, a haste, hogy gyors, luck pedig, hogy van rajta fortune 3, és akkor így nagyon nagyon fosza. És akkor ezeket így lehet testre szabni, meg mit tudom én, úgyhogy egészen kis kellemesek. Ebben a módban lehet megcsinálni azt is, hogy a fejszével kiütöd a faját, és akkor kiesik végig, ja, nem? Igen, igen, olyan fejszénk is van ez a lumber. Nekem az egyik kedvenc itemem lett most. Jaj, nagyon egyszerű vele. Úristen, nálatok is van TPS lag, vagy megint az én gépem szórakozik? A TPS lag TPR, TPS. Igen. De te gépel is folyamatosan beszar mostanában. Jó, hát nem azért akarok újat venni. 17 TPS, nem olyan gáz. Nem. Csak az egyszerre tömörül vesz, a 17 tépes, és utána nincsen meg a maradék. Ez 7. Hát volt az 4 is a múlt héten, szóval. Wow. Jaj, arra emlékszem. De most már holnap átmegyünk Creeper hossra. De Szabi, most amit itt kiástál, hogy ideépíted a házat, ez konkrétan a méhecskés kert. Tehát, hogy... Nem annak kell a ház? Nem. A méhecskék a szabadban élnek. A ház az ilyen, mondjuk 10 gépnek kell. Érted? Fuck you. Úgyhogy ez itt nem lesz jó, mert itt a méhecskék. Visszatömöm, jó? Jó. De ezt majd elmagyaráztam neked. Nem, még egyszer sem magyarázod el, de a TPS lag miatt nem tudod kiütni egy földet. Ez marha jó, annyira szeretem. Ez az most már jó. Nem, még nem jó. Jó, egyelőre beépülök ide a házba. Nekem ez használhatatlanul lassú. Most várj, lehet, hogy leállítom a VLC-t. Mit? A VLC-t, nem tudom, megvan nyitva a VLC-t. A VLC-t. Zenét hallgattam. Hallgattam az Assassin's Creed 4 trailer zenéjét, mert jó. Hát az jó. Na hát én eddig voltam nálatok vendégségben, megyek vissza spawnra. Jó szórakozást!
Hogy? Ennyit bírtál ki belőlünk? Nem, hát maradok még teljesen, hogyha ezért. Csak Ó, elmentem többiekék onnan. sincs. Nem szeretnének jönni? Hát Vagy csak figyelj még ki. nem Írd ki. realizálódott bennük, hogy Van olyan felmennek opció, hogy jönni. mi megyünk oda, szóval... Csak az túl sokan beszélnének. Hát nem azt szerintem... Másodpercenként letakarodni egy földet. Inkább félnek, hogy most videóztok és nem akarnak zavarni, vagy nem tudom. Megírtuk, hogy jönnek. De... Most már 3 másodpercenként egy föld, azért ezt az effektivitást. Nem Előbb rossz. fűvesedik be a föld, mint hogy leraknám. Ami nálad is van valami kebab, azt már én tudom rendesen pakolni le. Jó, mondd meg nekem, micsoda. Szerintem az, hogy a CPU 100%-on fut. Lehet. De ez csak egy tip. Ez egészet, ez a hülye szar eszi meg. Rakd ilyen kisebbre, tehát hogy ne full screen-en legyen. Jó, most azon vagyok csak majd, hogyha sikerül. Meg vedd fastra a grafikát, meg ilyesmi. Az már megvan. Na jó, oké, ez egyre rosszabb. Hát... Nem tudom, mi baj lehet. Na jó, aki fel akar nekem olyan, hogy 160 ezer forintot úgy gépre szóljon. Na 150-ből ki ez. Ja, igaz. Ez már van egy pici. Van mennyi sapling. Ah! Miért adod egy külön ládába a saplingeket, amit Azért, mert abban fogom építeni a kerítést, és nehogy összekeverd a többivel, mert direkt azért különítettem el, hogy ami kell még, az ott maradjon benne a rendszerben, és amit most fel fogok használni majd ezután, azt pedig egy külön ládába leraktam. Hát igen, 62%-on fut a CPU. Szóval ez nekem nem tudom mi a baj. Szerintem kilépek és vissza. Na, ehhez mit szólsz? Ez is egy megoldás. És akkor ami lehet, hogy ezt távozásom legyen a rész vége, igen. Igen. Mert már elég sok ideje mondjuk a fasságokat, és nem csinálunk semmi értelmeset. Úgyhogy... Akkor szerintem ez egyelőre legyen ennyi. Nem a következő semmi rész az új csatornám. A következő rész új csatornám, majd lesz link, találjátok ki a nevet. Ez pedig most így mindenféle utómunka nélkül szerintem csak feldobom YouTube-ra, mert nincs mint még hogyha se a régi intro, oda köptünk volna valami csúnyát a Crafterzre, úgyhogy... Elhányjuk a YouTube-ra, úgyhogy boldogság, ne szóljatok be, hogy miért ilyen műveletlenül, szerkesztetlenetlenül kerül fel. Mint mindig. Ez most így lesz. Na, császtok! Sziasztok! Sziasztok!